Ledöntötték, lefejezték az alsóvárosi római katolikus templom előtt álló Mária szobrot. Nem először. 3 évvel ezelőtt egyszer már valaki szétverte. Most vasárnapra viradóra még a fejét is elvitték. Az egyházközség tagjait megrendítették a történtek, csak találgatni tudnak, vajon ki volt a rongáló és mi lehetett az indítéka. Az anyagi kár most is több mint 500 000 forint. Ezek a felvételek 2009. szeptemberében készültek. Valakik megrongálták az alsóvárosi római katolikus templom előtti szobrokat, a legjobban a Mária szobor sérült, a darabjait a parkban dobálták szét. Az eset nagy felháborodást váltott ki a hívek körében. Harrach Péter, KDNP-s politikus, az országgyűlés alelnöke itt járt, akkor a következőket mondta a rongálással kapcsolatban. Nem az a fő kérdés, hogy ki követte el ezt a tettet, bár érdemes lenne megtalálni a tetteseket. A fő kérdés az, hogy milyen társadalmi környezetben élünk, ahol ilyesmi megtörténhet. A későbbi nyomozás során kiderült, egy halasi általános iskolás fiú gyanúsítható a 2009-es rongálással. A szobrot társadalmi összefogásnak köszönhetően ismét felállította talapzatára a katolikus egyház. 3 évig háborítatlanul állt, míg nem szombaton éjszaka valaki ismét ledöntötte. Vasárnap reggel jöttem a templomot nyitni 7:30-kor, és akkor láttam, hogy a Mária szobrot szintén összetörték, mint 2009. szeptemberében, és nagyon megdöbbentem rajta. Az első reakcióm, hogy rendőrség értesítése volt, ők kijöttek, helyszíneltek, ennyit tudok róla egyelőre elmondani. A szobor fejét ezúttal el is vitte az ismeretlen rongáló. Az egyházközség tagjai nem értik, ki és miért tette mindezt. Lehetett akár egy részeg randalírozó, vagy egy babonás személy is az elkövető. Azok az emberek, akik elveszítik az önkontrollt, tehát valamiképpen a tudatuknak az ellenőrző szerepét kikapcsolják, sokszor azokból mászik elő az a fajta legmélyebb indítatás, amit a hétköznapokban el tudnak titkolni. Úgyhogy, hogyha valaki mondjuk részegfejjel követte is el, számomra kérdés, hogy miért éppen itt a templom előtt, miért éppen a Mária szobrot itt a keresztövében. Tehát valamiképpen lehet benne egyfajta elkeseredettség, vagy lehet egyfajta Isten ellenes motiváció. Egyfajta babonás vallásosságnak a következményeként valaki a vele történt rosszal Istent vádolja, vagy a szenteket vádolja, mint ahogyan a jót is mondjuk nekik köszöni meg, de a rosszat is az ő nyakukba varja, fogalmazzak így, és ezzel akart bosszút állni. Persze könnyebb ezt a tettet elkövetni részegfejjel, de azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk egy mélységesen elkeseredett ember az életének valamilyen kudarcát, vagy teljes kilátástalanságát Isten nyakába varja, és ezzel mutatta meg ezt az agressziót, vagy mérgességét. Az anyagi kár több mint 500 000 forint. A helyzetet az is nehezíti, hogy a szobor feje eltűnt, így sokkal nehezebb lesz a helyreállítása. 100 évvel ezelőtt épült a Szent József iskola régi épületszárnya. A jeles évfordulóról Időhit címmel egy egész tanéven át tartó ünnepség sorozattal emlékeznek meg. Ennek első állomásaként az iskola volt, és jelenlegi pedagógusait várták egy multidézéssel egybekötött jó hangulatú beszélgetésre. A pedagógusi énekkar műsorával köszöntötték a Szent József Katolikus Általános Iskola volt és jelenlegi tanárait, tanítóit. A jelenlévők több jeles eseményt is ünnepeltek az elmúlt hétvégén. A mai napon a régi épület szárnyunk építésének 100. évfordulójára emlékszünk, valamint arra emlékszünk még, hogy a egyházi fenntartásba vétele, illetve az egyházi iskolának az újraindulásnak a 15. életévét is betöltöttük. Nagyon jó érzés, azért nagyon jó érzés, mert minden ilyen alkalommal, hogyha régi kollégákkal beszél az ember, akkor megerősítést nyerhet azokban a dolgokban, amelyeket ő végez, illetve csinál, valamint előremutató új gondolatokat is kaphat, tehát mindenféleképpen tartalmas beszélgetésekre számíthat. Az idős hölgyek és urak fényképek és feljegyzések segítségével idézték fel az elmúlt évtizedek legfontosabb, legemlékezetesebb eseményeit. Az egykor itt dolgozó pedagógusok örömmel tekintettek vissza a múltba. Nagyon szerettem. Ide járt a férjem iskolába Hajdan, meg ide járt a fiam később. Sok kedves kolléganőm volt, és sok aranyos gyerek. Egyik rosszabb, mint a másik, de mindek nagyon jó szívvel emlékszem vissza. Deák Lajosné 1957 és 89 között tanított az iskolában. Azt mondja, csak szép emlékeket őriz abból az időszakból. Én nekem a munkám, a hobbim is volt. Rendkívül ilyen jól éreztem itt magamat.
szinte kipihenés volt az, amikor bejöhettem az iskolába. Nagyon szerettem a gyerekeket, nagyon jóba voltam a szüleikkel, és úgy érzem, hogy amennyire a tehetségem engedte, és amilyen megbízatásom volt, a célomat el is értem. Az ünnepség sorozatnak még nincs vége, hiszen a tanév során több hasonló rendezvényre is készülnek a szervezők. Arra készülünk, hogy az egész iskolai tanévünket átszövid az úgynevezett időhit program, amelynek keretében hát a régmúltra, illetve a jelenre próbálunk összpontosítani, és ennek keretében pedagógiai, nevelési célokat is meghatározunk és programokat szervezünk. Születésnapos hálaadó napot rendezett szombaton a Benyámin lakó otthon a református gyülekezeti házban. Az otthon lakók, a gondozók és a meghívott vendégek Isten tisztelettel, zenés műsorszámokkal, vetélkedővel, beszámolókkal, tartalmas programokkal ünnepeltek. A rendhagyó hálaadó napra még Bajáról is érkeztek fellépők. A műsorok között és után pedig mindenki megtalálhatta a számára leginkább kedvelt szabadidős lehetőséget. A mai nap tartjuk a Benyámin lakóotthon fennállásának 4. évfordulóját igazából, és ennek az apropójából rendezzük ezt a hálaadó napot, amit valójában minden év októberében megrendezünk, hogy egy kicsit emlékezzünk, hálát adjunk, és azt gondolom, hogy azért nagyon fontos ez a lakóinknak, és egy kicsit ugye a segítőknek és a környezetünknek is, mert hogy a mindennapi rohanásban elfelejtkezünk arról, hogy hálát adjunk, és fontosak az ünnepek, és hát igazából ez egy ilyen ünnep a mi életünkben. Amikor egy kicsit megállunk, elhívjuk a barátainkat, és akkor velük együtt örülünk. Áhítattal fogunk kezdeni, egyházi fenntartású intézményként ez azért benne van a mi mindennapi életünkben is. Azt követően egy beszámolót fogunk tartani a lakóotthon ez évi működéséről, a történtekről. Ennek lesz egy hálaadó része is, ahol köszönetet mondunk a segítőknek, adományozóknak. A Bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény nappali otthonából jöttek barátaink, ők fognak nekünk zenélni egy kicsit. Aztán pedig a mi lakóinknak a műsora következik, lesz egy ebéd, egy közös ebéd, ami éppen Bográcsban készül oda át a lakóotthon udvarán, és délután pedig karaoke vetélkedőt szervezünk. Ilyen még nem volt Halason, kutyás rallit szerveztek az állatotthonban. A gazdi és a házőrző együtt versenyezhetett az akadálypályán. A rendezvény nem titkolt célja az örökbefogadás ösztönzése volt, hiszen jelenleg is teljes kihasználtsággal működik a telep, annyi a kidobott kóbor beteg állat. A szomorkás borús idő ellenére több mint 100-an vettek részt a Halasi Állatotthon rendezvényén. A kutyák és gazdiaik egy akadályversenyre érkeztek. Az otthon új vezetője, Tömösi Andrea úgy véli, nyitni kell az emberek felé, és erre a legjobb alkalom egy ilyen nap. Többször láttam én már az interneten, hogy sokféle érdekes feladatot lehet kutyákkal elvégeztetni, és arra gondoltunk itt a kollégákkal, hogy mi is szeretnénk valami különlegeset összeállítani. Szerettük volna, hogyha az állatotthon ismertebbé válik, minél több ember megismeri Halason, illetve itt a környéken. Másrészt pedig szeretnénk azt, hogyha közelebbi kapcsolat alakulna ki állat és ember között, illetve leginkább a kutyákra fókuszálva, hogy olyan lehetőséget adjunk, ahol közösen tudnak szórakozni. Az akadálypályán aztán kiderült, kinek van jól idomított, gazdihoz szoktatott kutyája. A sok gyakorlás vezette győzelemre Palkovics Évát és Lizit. Nagyon sokat gyakoroltunk, főleg minden nap, én suli után minden nap kimentem, és a Kimi Tudra is gyakoroltunk. Hát erre nem gyakoroltunk, mert nem tudtuk, hogy milyen lesz. A Kimi Tudra gyakoroltunk nagyon sokat. Az állatotthon teljes kihasználtsággal működik. Ez a kutya például a hétvégén került ide a sóstói csárda közeléből. Nagyon kereste a gazdáját, föl alá szaladgált a csárda belterületén, és ugyanott kapott enni meg inni, de továbbra is csak a parkoló és a csárda között ingázott. A Márta Gabiék találták meg, és ők adták át nekünk, illetve mondták, hogy itt kóborol, és gondoltuk, hogy ennek biztos, hogy lehet gazdája, jó lenne, ha a gazdája jelentkezne érte. A kóbor kutyák azonosításához nagy segítséget nyújt a csippezés. Ákosi Zoltán szerint mindez azt eredményezni, hogy az ebek gyorsabban hazakerülhetnének. Mindenképpen, ha a kutya elvész, be lehet azonosítani, meg lehet találni, mert a csipszám az általában az állatorvosi igazolványában benne van a kutyának. Ez az egyik. A másik pedig még akkor is, hogyha a csip túléli a kutyát, hogyha elpusztulna.
akkor is be lehet azonosítani, tehát lehet tudni, hogy ez a kutya már nem él. Viszont azoknak az embereknek, akiknek a kutyájuk valami kárt okoz, ott is be lehet azonosítani a gazdát. Halasi csipkét kapott a pápa. Budapest főpolgármestere egy csipke keresztet vitt 16. Benedeknek ajándékba. Így már két halasi csipke van a Vatikánban. A 110 éves csipkére idén még több rangos rendezvény vár. Lesz például divatbemutató is. Az elsőt 1996-ban kapta Bodor Miklós tervei koronázási palást grafikája. Ennek ugye a második példányát kapta, a harmadik látható a múzeumban. Az első példány egy halasi gyűjtő tulajdonában, és ez pedig a kereszt, amit most Arlós főpolgármester úr jóvoltából került a Vatikánba. A napokban halasi csipkét kapott a pápa, így már kettő található belőlük a Vatikánban. Budapest főpolgármestere ajándékba vitte 16. Benedeknek a csipke keresztet. Ilyenfajta csipkét kapott az egyházfő, amiből jelenleg is tudnak mutatni a csipkeházban. Számunkra nagy-nagy esemény, hogy pont a jubileumi évünkben, mondhatni az év vége felé, érte a halasi csipkét. Ez a nagy megtiszteltetés. A halasi csipke számára a 110 éves jubileum kapcsán különösen mozgalmas ez az év. Az ország és a világ több pontján szinte egymást érték a bemutatók és kiállítások, és még több rendezvény hátra van. December 8-án például a budapesti Kossuth Klubban az élő örökségeket bemutató program keretében az eddigiektől eltérő módon mutatkozik be a város büszkesége. Készülnek a divat bemutatóra szánt csipkék is, ami új kihívást ad a csipkevarróknak. A látogatók itt láthatják először Delony Zsuzsa divattervező két halasi csipkés modelljét, az összeset, a 8 modellt, pedig a december 13-i iparművészeti bemutatkozáson és kiállítás megnyitón tekinthetik meg, amely esemény a szemméltó lezárása lesz a jubileum évnek és az eddigi 110 évnek. Csipkevarrók örülnek neki, mert a divattervezőnő tervei alapján néhány új csipkét is megvarnak. Épp most készült el az első csipke, ami az egyik modell vállán lesz látható. Tehát örülnek neki, hogy nem a 120. lepkét és a 48. kis terítőt varják. Új gépek segítik a városüzemeltetés munkáját. Ezek nagy részéhez a Start munkaprogram keretében jutott a város. Start munkára újra pályázik az önkormányzat. Jelenleg Halason így módon 114 főnek adnak munkát. Ez egy 82 lóerős traktor. Hozzá kapcsolható majd bízunk benne hamarosan a 3 tonnás pótkocsi. Szállítási munkáknál, valamint a közterületen végzett munkáknál azért jó, mert egy alacsony felépítésű traktor, tehát be lehet menni zöld területre, fák alá, olyan helyre, ahova a nagyobb felépítésű traktorok nem tudnak bemenni. Szemlét tartottak a Városgazda ZRT telephelyén. A Start munka keretében vásárolt gépeket mutatták be, valamint azt az eszközt, amit a kátyúzási munkákhoz vásárolt a cég. Egy ilyen elavult öreg gépünk volt, amit nem tudtunk már használni, mert hát műszakilag nem igazából megfelelt, és akkor ezt úgy interneten találtuk, hogy egy pécsi cég gyártotta. Ez egy emulzió melegítőgép, aminek egy olyan 350 literes tartája van, dupla falu, és a két fal között hőközlőolaj van, ami 130 liter. És a hőközlőolajat melegítjük. A városüzemeltetés mindegyik gépnek hasznát veszi majd, mivel elég elavult volt már az eddigi gépparkjuk. Van a Start program keretében beszerzett gépek, amit ugye arra használunk föl, hogy a Start program egyes tevékenységét meg tudjuk csinálni, külterületi utak, csatornatisztítás, illegális hulladék. Ezzel kapcsolatban elég sok személy részt vett ebben a munkában, és folyamatosan részt vesz. És ennek van egy eszközoldala, ezt akartuk itt bemutatni, amelyikekünk már hónapok óta gyakorlatilag a rendelkezésre állnak. Tehát ez gyakorlatilag nagyban segíti a feladatot, hiszen számtalan olyan egyéb dolgot meg tudunk ebben a Start program keretében csinálni, amit eddig ugye a város nem tudott megcsinálni. Azt is be akartuk mutatni, hogy ezt az emulzió melegítő és a kátyúzás segítő gépet is sikerült megszereznünk. Tehát igazából azt gondolom, hogy ebben az évben egy elég komoly lépést tettünk, és köszönhetően ennek az állami és az önkormányzat által megpályázott sikeres programnak.
A startmunka keretében jelenleg 114 főt foglalkoztat a város, és van közmunka is, erre nemrég volt a toborzás túljelentkezéssel. Az önkormányzat az eredményeket látva szeretné folytatni a programot, így bíznak a startmunka újabb fordulójában. Összességében közel 40 millió forint értékű gépet, berendezést kapott a Városgazda ebben az évben, ami példanélküli, úgy gondolom az elmúlt évtizedekben összességében is. A gépi megalapozottság nyilván egy szempont, a másik pedig az, hogy pillanatnyilag is a munkaügyi központban nemrégen tartott felvétel esetében a 35 helyre közel háromszor annyi jelentkező volt, ami azt jelenti, hogy sajnos nőtt a munkanélküliség, de ugyanakkor nagyobb a hajlandóság a munkavégzésre. Ez a mostani felvétel, ez a szokásos közmunka formációt illeti. Az újabb jelentkezés a startmunka pályázatára hetekkel ezelőtt megtörtént már. Ebben elsősorban a különböző faabrítékok gyűjtése, feldolgozása a célunk, tehát a bioenergia hasznosítása, és természetesen ennek kapcsán ugyanúgy, ahogy eddig is, a lehető legnagyobb létszámban kívánunk fölvenni munkaerőt, és természetesen gépeket is nyerni hozzá. Látni és látszani. Ezzel jelszóval október 15-től kampányt hirdetett az Országos Baleset Megelőzési Bizottság, mivel fel szeretnék hívni a figyelmet, hogy az ősziesre forduló időjárás miatt megváltoztak az út- és látási viszonyok. A térség gépjármű vezetőit is arra buzdítják, hogy vizsgáltassák át az autójukat, de ellenőriztessék a saját látásukat is, hiszen ezen is sok múlhat. Novembertől pedig fokozott közúti ellenőrzések lesznek, mely során a rendőrök kiemelten vizsgálják a személy, illetve a haszon gépjárművek és motorkerékpárok világítását, láthatóságát. Megalapításának 20. évfordulóját ünnepelt a hétvégén a Csányi és Társak Kft. A biztosítási Alkusz cég ez alkalomból szakmai konferenciát szervezett a piacvezető biztosítók és a kiemelt ügyfelek részvételével. Mint elhangzott, manapság már mindenre biztosítást kötnek az emberek, házra, autóra, csak egyre a saját életükre nem gondolnak. A szakmai konferencia első helyszíne a Torma János Múzeum volt. Itt a legfontosabb a biztosítási szakterületet érintő változásokról számoltak be az előadók. Csányi Zoltán, az évfordulót ünneplő cég vezetője azt mondja, történésekben és üzleti sikerekben is gazdag két évtized volt ez. Ezek az évek egy sor változást hoztak, melyre mindig gyorsan és megfontoltan kellett reagálniuk. Úgy gondolom, hogy ez a 20 év, ez ránk is ugyanígy igaz, a változásoknak a 20 éve. Szüleim alapították cégünket, megmaradtunk családi vállalkozásban, megmaradtunk az, akik szerettünk volna lenni, alkuszok, biztosítás közvetítők, nem foglalkoztunk hirtelen több dologgal. Szüleim alapították a céget, tragédia után egyedül maradtam, utána kellett a kollégáimat meggyőzni arról, hogy mi talpon tudunk maradni. Ugyanígy most meg kell győznünk biztosítós partnereinket és megtisztelő ügyfeleinket is attól, hogy a következő 20 évre tervezünk. Természetesen a válság mindenkit sújt, viszont nekünk akkor jó, mikor ügyfeleinknek is jó. Ezért bízunk bennük, azért is hoztuk össze ezt a biztosító ügyfél szakmai találkozót, hiszen az ő jövőjük az a mi jövőnk is. A szakmai konferencián elhangzott, hogy Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az öngondoskodásra, hiszen a ház és az autó már sok esetben biztosítva van, ám a legnagyobb érték az ember élet nincs. A konferencia résztvevői a Házigazda Múzeum vezetője Szakál Aurél tárlat vezetésén ismerhették meg Torma János műveit, majd a rendezvény a Csipke Konferencia Központban folytatódott. A 20. születésnapját ünneplő vállalkozás Halasi Csipkével ajándékozta meg partnereit, így a teherfuvarozással foglalkozó Elek Lajost is, aki az elmúlt két évtizedben állandó ügyfelük volt. Szerintem cégünk alakulása óta végigkísérte sorsunkat, együtt nevetett, együtt sírt velünk, és kellő büszkeséggel mondhatom, hogy én is együtt nevettem, együtt sírtam vele, és egy olyan teljesen egyedi, erre az eseményre tervezett és kivitelezett, ha már Halason vagyunk, Halasi Csipkével szeretném megajándékozni, amiből azt kell mondanom, hogy ilyet vásárolni nem, viszont kiérdemelni, azt nagyon lehet. Az óriás tortából mindenkinek jutott egy jókora szelet. Az est hátralévő része már a vacsoráról és a kikapcsolódásról szólt.
37-szerre gyűlnek össze a csillagászat szerelmesei. 4 évtized annak, hogy útjára indult városunk legnagyobb múltra visszatekintő előadás sorozata, a csillagászati napok. Az érdeklődőket egészen csütörtökig várják a Csipkeház nagy termébe, ahol érdekesebbnél érdekesebb témájú prezentációkat lehet meghallgatni neves előadók tolmácsolásában. Én a kezdet-kezdetén is minden azon voltam, hogy olyan előadásokat tartsunk, tehát itt tulajdonképpen 40 éve működik ez, de én 3 évet csak arra fordítottam, hogy a halasi közönséget megismerjem, fölmérjem, hogy milyen igények vannak. És az igények folytán, ahogy a technika fejlődik, most ezeket az előadásokat folyamatosan úgy tartjuk. Nem mindennapi látvány fogadja a sétálót, a kerékpározót, aki az Olajosok útja mellett pihen meg. A kereszt közelében, mint a sok száz vakon túrta volna fel a földet, pedig nem erről van szó. Egy érdekes gombafajta keres magának így helyet a természetben. A hatalmasra megnövő gombákat csak azután lehet észrevenni, miután lekapartuk róla a földet, vagy éppen a lehulló levelet. Kiderült, hogy ez a gomba emberi fogyasztásra alkalmatlan, de nagyon szép. Sűrűn járok ezen a területen, és arra lettem figyelmes volt az esők után, hogy mintha rengeteg vakontúrás lenne, hát mondom, nem létezik, hát eddig nem volt, hogy most. Ezt megálltam, megnéztem ezt a fölemelkedő nyárfa leveleket, és ilyen gombákra leltem. És azt mondtam, hogy biztos érdemes bemutatni a nézőknek is, hogy azért óvatosan legyenek ezzel, hisz gombaszakértő mondja meg, hogy ez öhető vagy nem öhető, de ahogy én utána néztem, ez gyengén mérgező, és az íze miatt nem fogyasztható, de viszont nagyon látványos, és hihetetlen, hogy ebbe a kis erdőben mennyi ilyen gomba van. Szép. Eddig 6 önkéntes állt munkában a református pedagógiai szakszolgálatnál. Azt mondják, már ilyen rövid idő alatt is megszerették a gyerekeket. A sérült fiatalokkal foglalkozó intézményben továbbra is szívesen fogadja a segítséget. Pár hete önkéntesek segítik az egységes református pedagógiai szakszolgálat munkáját. Már a reggeli intézménybe járásba is besegítenek, és végig kísérik a napot. A sérült fiatalok sok gondoskodást igényelnek, ezért döntött az intézmény úgy, hogy segítséget kér a lakosságtól. Sanyu Henrietta az első hívószóra felkereste az intézményt, és azóta rendszeresen segít. Úgy gondoltam, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy szeretetre van szükségük, és ők is nagyon nagy szeretetet tudnak adni. Úgyhogy mindenféleképpen elsősorban a segítség az, amit nyújtani tudok nekik, és remélem, hogy tudok nekik szeretetet is adni, illetve a többi dolgozónak a segítségére, hogy ők minél több mindent megkapjanak. 2 hete vagyok most itt, majdnem minden nap jöttem. Hát, ahogy az idő engedi, úgy mindenféleképpen szeretnék hosszú távon jönni, tehát ez az első tervem, mert nagyon megszerettem őket. Már voltam több csoportban is, és nagyon-nagyon szerethetőek a gyerekek, nagyon aranyosak. Teljesen más területen dolgozom, tehát vendéglátásban dolgoztam. Dolgoztam már kórházban is, de a gyerekekkel most foglalkozom először. Nagyon-nagyon sok mindent adnak, és nagyon sok mindenre rádöbbentenek. Jobbra, balra, 2 karom, forgatom, ha akarok. 6 önkéntes már munkába állt az intézménynél, de további érdeklődőket is szívesen fogadnának. A felhívás után már rögtön jöttek önkéntesek, és jelentkeztek munkára, amit mi hálás köszönettel fogadunk, és lehetőség szerint várjuk a további önkéntesek jelentkezését is. Nagyon nagy segítség számunkra az önkéntesek munkája. Nálunk nagyon sok gyerek egyemberes, egy festésnél, egy foglalkozásnál, és ott kell állni mellette, segíteni kell, hogy gördülékenyen menjen a foglalkozás, és minél több mindent meg tudjunk csinálni egy tanórán belül. Az érdeklődés az nagyon vegyes, nemtől kortól függetlenül jönnek az emberek, érdeklődnek, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon rugalmasan intézik itt a segítséget, alkalmazkodnak a mi időbeosztásunkhoz, a mi kéréseinkhez. Ürmös Sándor volt az első, aki munkába állt az önkéntesek közül. Úgy véli, jó döntés volt, hogy jelentkezett. A televízióban hallottam a hirdetést, és úgy döntöttem, hogy mivel sajnos munkanélküli vagyok, így, hogy el tudjam magamat foglalni, nagyon szeretem a gyerekeket, és meghallottam ezt a hirdetést, és úgy döntöttem, hogy részt veszek a segítségbe. Most 3. hete önkénteskedem, és nagyon úgy veszem észre, hogy nagyon megszerettek a gyerekek, és én is szívesen foglalkozom a gyerekekkel.
Cigány származású vállalkozóknak tartottak ma fórumot, főként a vállalkozások fejlesztési és foglalkoztatási lehetőségeiről volt szó. Az is elhangzott, hogy nagyon sok a pályakezdő munkanélküli, így jövőre előtérbe kerül az ő foglalkoztatásuk. Nem könnyű manapság a vállalkozásoknak, így a cigány származású vállalkozók is érzik a válság hatását. Egyre több sajnos a terhünk, egyre kevesebb a megrendelésünk, és azokból a megrendelésökből is biztosítani kell a meglévő állományunknak a munkát. Főleg ami a cigányságot érinti, elsősorban a mélyépítés, abban vannak igazából otthon, ahhoz értenek. Ehhez természetesen szükség van a meglévő közművek fejlesztésére, valamint új beruházások elindítására. A vállalkozások fejlesztési és foglalkoztatási lehetőségeiről fórumot szervezett a Halasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. Rostás László elnök tájékoztatása szerint a korábbi évekhez képest több a cigány származású vállalkozó, csak az a probléma, hogy tevékenységeikből adódóan télen többnyire nem tudnak dolgozni. Nagyon igyekszik, mindenki igyekszik rendesen bejelentve dolgoztatni embereket, és azért is azokat hívtuk ide elsősorban, amit még nincsenek sokan, 10-12-10 olyan csapat van körülbelül a élelmiszerboltokkal együtt, akik rendesen, normálisan dolgoznak. Ez óriási segítség. Ami nagyban egyébként a téli időszak, ahol ezek a vállalkozók elsősorban olyan külmunkákat végeznek, árokásás és egyéb olyan tevékenységet, amit a szabadban lehet csinálni. Télen csak néhány olyan vállalkozó van, akinek csak egy vagy két alkalmazottja, mondjuk az élelmiszerboltok vagy a élelmiszeripari földolgozásban, ott még van télen munka. A fórumon a megyei önkormányzat elnöke Bányai Gábor is részt vett. Többek között a szakma szerzésre és a támogatási lehetőségek kihasználására hívta fel a figyelmet. A képzettség az jelentős hiátus náluk, tehát a 8 általános az se általános a cigányság körében, tehát itt meg kell találni azt a szűk meccset, ahol el lehet jutni oda, hogy többet tanuljanak, értsenek szakmákhoz, akár szerezhessenek magasabb papírokat és diplomákat is, legyen egy komoly üzletörétege a cigányságnak, illetve olyan munkát talán, amiből nem azt látják a Halason, vagy bárhol a térségben, hogy a cigányok szerencsétlen módon, valaki persze lehet, hogy direkt, valaki meg szerencsétlenség okán segélyjárás sorba, és úgymond viszi azokat a forrásokat, amit nem munkahelyteremtésre, hanem segédésre költünk. Tehát ott lehetne költeni mondjuk arra is, hogy az ország életét jobbá tegyük. Vilonya Balázs, a munkügyi kirendeltség vezetője elmondta, hogy jó az együttműködés a cigány származású vállalkozókkal, és többen kaptak segítséget a központon keresztül. A térség cigány vállalkozóit az évek folyamán sikerült megszólítanunk ezekben az ügyekben, és gyakorlatilag komoly eredményeket sikerült elérni. Ha csak számszerűleg mutatom azt be, hogy idén 17 darab cigány tulajdonossal rendelkező vállalkozást sikerült támogatnunk, 43 főt sikerült ezen keresztül elhelyeznünk, ebbe persze pályakezdőket, tartós munkanélkülieket, szakmunkásokat, mindenkit beleértve, és ehhez 17,5 millió forintot tudtunk támogatásgyanánt az ő foglalkoztatásukhoz nyújtani, akkor én úgy gondolom, hogy a kiskunhalasi térség az átlagos, a megyei átlagos helyzethez képest nagyon jó helyzetben van. A munkaügyi vezető arról is tájékoztatást adott, hogy a jövő év kiemelt témája a pályakezdők álláshoz juttatása lesz. A jelenlegi közel 3000 Halason regisztrált álláskereső, körülbelül 6 oda pályakezdő.